Közel 2200-an tekerték körbe a velencei tavat a 6. K&H mozdulykerékpáros nap keretében. A Gárdonyi Sport Beach-en igazi nyár elejidő fogadta a bringázni vágyókat, akik között sok gyerekes család is megjelent, hogy egy igazán sportos programmal ünnepeljék a gyereknapot. A 29 kilométeres túrára 10 és 12 óra között lehetett nekivágni. Az első indulási lehetőségre már annyian vártak, hogy fél órán keresztül folyamatosan zajlott a rajt. A kerekesek a kört a gárd felé indulva teljesítették. Útközben olyan látnivalókat is érintettek, mint a madárdaltanösvény vagy a Pákozdi katonai emlékpark és a Sukorói arborétum. De természetesen maga a tó látványa is lenyűgöző. Nekünk egy nagyon jó családi program volt, közös mozgás. Fiúk sportolnak sokat és szeretik néha megméretni magukat. És hát örültek neki, hogy 30 kilométert lebírtak egy húzammal tekerni. Gyakorlatilag csak egyszer álltunk meg egy kis frissítőre, úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra. A nagyobbik fiam, ő benne még sok volt a lábába, úgyhogy egy sprintet nyomtak a végén az utolsó 10 kilométeren. 10 kilométeren még egy 10 percet ránk vertek. Nagyon jól bírta mindenki. Megállás nélkül jött a kicsi is végig, úgyhogy nagyon elégedett vagyok velük. Azt hiszem, hogy nem nagyon hagyták ki velencei tókört. Igen, ez nekem ugye a 6. Régebben a futás volt, ami elég sok BS is rendezvényen megfordultunk. Sérülésekből adódóan most már kerékpár. Mi a vonzó a velencei tóban, hogy egyáltalán egy tavat kell megkerülni, mert ugye azt mondtad, hogy a kedvenced meg ráadásul a Balaton megkerülése. A velencei tó az azért jó, mert mind a két fiú is le tudja tekerni. Ugye voltunk a Tiszatónál is, az nekik még egy picit hosszú volt a 65. Ez pont egy olyan táv, amit kényelmesen, nem megerőltetve ők is kényelmesen meg tudnak tenni. Párom is hozzá kell tenni. És mit szerez benne? Mi a jó, hogy ráadásul még nem is egy kört vállaltál ma? Eljöttünk először a családdal, jól érezzük magunkat, ez nem olyan verseny. Viszont a másodikra azt mondtam, hogy akkor egy picit átmegyünk edzésbe, és akkor letoltuk. Melyik volt a nehezebb? Amikor a családdal tekerte és figyelni kellett rájuk, vagy amikor már a második körben mehettél, ahogy csak tudtál? A második. Azért volt nehezebb, mert ugye mint meg is van hirdetve, ez nem verseny. Tehát itt az emberek nem versenyezni jönnek. Most hiába vagyok én, aki mondjuk egy nagyobb tempó diktál. Figyelni kell azokra, akik túráznak, vigyázni kell rájuk, a kicsikre, de edzésnek jó volt. Párom K&H dolgozó, és ő hívta fel a figyelmünket, aztán a Facebookon is olvastuk, és induljunk neki címszóval. Egy 3-4 hete letekertük a velencei tó körüli túrát, és akkor azt mondjuk, juljunk autóba, azt irány megint a tó, és hát azt mondom, hogy fantasztikus élmény volt. Egy kicsit több mint másfél órával érkeztünk be a célba, de hát gyönyörű idő, gyönyörű körülmények, fantasztikus szervezés. Miért jobb így szervezett körülmények között körbetekerni a tavat, mert mondtad, hogy előtte voltatok már is körbetekertetek. Van egy hangulata. A tömeg az így visz az embert előre, ezt meg előzzük, meg itt álljunk meg, nézzük meg, múltkor ezt se láttuk. Tehát van egy varázsa ennek, mint az ember 2-es vagy 3-asba a családon belül teker. Annak is van varázsa, de itt van egy ilyen tömeg. Tömeg az így visz előre. Az ember nem veszi észre, hogy csak úgy a kilométerek eltűnnek. Neked is ilyen könnyedén ment ez a tókör? Igen, még egyet mentem volna. Jó volt. Az volt vonzó, hogy én még sosem mentem a velencei tó körül, és így elég izgalmas volt, hogy új dolgokat is lássak. Életemben nem bicikliztem ennyit, de úgy izgalmas volt, meg egy kicsit elfáradtam. Nagyon büszke vagyok rá, mert egyébként megvan őszintén, hogy azért ezt végigcsinálni, azt azért nem egy kis dolog, mondjuk az én 73 évemben se akármi, tehát úgyhogy én is nagyon örülök neki, hogy végigcsináltuk mind a ketten, és kölcsönösen nagyon büszkék vagyunk egymásra. Melyik volt a kedvenc részletek benne, volt olyan? Az északi part az nekem jobban tetszett, mint a déli, tehát ott az erdőbe ment végig. Az egész út. Nekem is az erdős volt az egyik kedvencem, viszont a másik, amikor a velencei tó mellett mentünk teljesen, és az úgy tök izgalmas volt, hogy így lehetett látni a horizontot, meg egy-két halat. Miért szeretsz biciklizni? Szeretsz biciklizni? Mi a jó a bringázásban? Én szeretek biciklizni, mert gyorsabb, mint hogyha futnál, vagy sétálnál, és még több szél is jön, amikor gyorsan mész.